Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak, Ficsor Zoltán, azaz Fifika, és itt van mindenki seggízű tekerésének Mátyása, azaz... Nagy Mátyás, vagyis Matyi 94. De ez a seggízű, ez jobban hangzik. Igen, igen, minden bizonnyal. Sokkal személyesebb. Igen, ilyen több érzelmet tükröz, ezért is módosítottam a titulosomat fórumon. Mire? Hát a seggízűre. Ja. Nagy A-val. Ja, A. Nagy A-val. Igen. A. Hiába a fogalmak, azok fogalmak maradnak. És ez egy fogalom. Kezdjük akkor szerintem a megszokott lendülettel és irányjal. Szépen jöjjünk kis hazánk felé. Rögtön egy érdekes cikkén én Phil Buszárdó Twitter csatornáján botlottam bele, és ez egy felhívás, egy elégedetlenségi mozgalom lesz, és igen időszerű a történet, mivel ez most lesz 10-én a Central Parkban, méghozzá a nyilvános köztéri vépelés tiltása ellen fognak tiltakozni, és elég jól összeszedett a történet részükről, ahogy olvasgattam. Mindjárt egy Martin Luther King idézettet választottak a... Igen. Rögtön belecsapnak, tehát... Igen, belecsaptak a közepébe, nekem is egyből ez jutott eszembe, ők tényleg odaütnek ököllel. Tehát itt nem az van, hogy gondolkozunk, hogy mi lehetne jobb, hogy lehetne, és mit csinálni. Azt mondják, srácok, május 10-én találkozunk a Central Parknál, az Arzenál előtt, és ott lesznek. Nagyon jó pofa, fölhívták mindenkinek a figyelmét, esetleg, hogyha mondjuk valaki május 10-én arra kódorogna a hazai véperek közül, akkor nekik mondjuk ezt, hogy úgy készüljenek erre az egész történetre, hogy ugye mivel ez ott be van tiltva, a rendőrség meg fog jelenni. És tehát ott gumibot lesz meg. Hát a gumibot nem is, de azt mondják, hogy készüljenek arra, hogy legyen náluk pénz a büntetésre. Azt hittem, hogy esernyő a vízágyú ellen. Hát, az csak nálunk divat. és hogy legyen náluk arcképes igazolvány. És jegyezzék meg az alábbi mondatot, nem kívánok semmilyen kérdésükre válaszolni, viszont itt van az én személyazonosító kártyám, olvassák el. És ennyi. Ne válaszoljanak semmi kérdésre. Ez kvázi egy polgári engedetlenség. Igen, igen, igen. Egyébként, Charlie, ha jól tudom, te voltál New Yorkban, nem? Igen. Mert nem tudom neked ez mennyire tűnt fel, hogy ők ott ugye a Central Parkot egy olyan helynek tartják, ugye nagyon sok helyen kutyasétáltatás be van tiltva, gyakran járőrözik a yardalra, és tényleg ott, mivel ugye a lakosok azt egy olyan helynek, úgymond kis szentélynek tartják, ahova bármi elő visszavonulhatnak, ezért is szerintem ezért választották ezt a helyet, mert ugye itt tényleg akkor ennek foganata lesz, hogy ők egy olyan helyen fognak vépelni, ahol tényleg gyakorlatilag amit be lehet tiltani, az be van tiltva, és ezzel tényleg gondolom, hogy rendkívül nagy figyelmet fognak kelteni, és nagy média visszhangja is lehet az egésznek. Azért is, mert hogy ugye jól mondtad, a Central Park az egy olyan hely például, ahol meg van határozva, hogy hol kerékpározhatsz. Ja. Lehet nálad kerékpár, csak mondjuk nem mehetsz be oda, hova szeretnél, hanem csak tolod mondjuk. És saját rendőrségük van. Tehát egy rendőrőrs, akihez tartozik a Central Park. És én úgy látom, ez polgári elégedetlenség bejelentett, tehát erre a rendőrség is fel tud készülni. Tehát ez nem olyan lesz, hogy oda fog valaki véletlen bóklászni, és akkor ötletszerűen igazoltatnak. Szerintem már... Ez egy nem bejelentett tüntetés lesz. Szerintem már az ellenoldal is erősen gondolkozik, hogy mi legyen. Mit csinálja? Igen. Tehát ennél konkrétabban nem lehet leírni, hogy készítsetek 50-100 dollárt magatokhoz, és... Ja, legyen és, ott a kedvenc likvidetek, az nagyon fontos. Igen, és hogy mindenki vigye magával valami képrögzítő eszközt,
és rögzítse az egész eseményt. Tehát ez, hogy mondjam, egy ilyen lavinát szeretnének szerintem elindítani, mindenki töltse fel az eseményről a videó, és ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, vírusszerűen fog szerintem terjedni, úgyhogy jövő héten erre szerintem vissza fogunk kanyarodni, Visszatérünk. Igen, mindenképpen. Hogy ugyan mi fog ott történni, én nagyon kíváncsi vagyok az ottani rendőrök fellépését ismerve. Igen, szerintem egyébként az ottani rendőrök reálisan fognak erre az egészre reagálni, és ezért is mondom, hogy minden bizonnyal pozitívabb média visszhangja lesz, mint mondjuk egy nálunk volt némely tüntetésnek. Tehát szerintem is egy teljesen pozitív dolog sülhet ki ebből. Meglátjuk hétvégén. Meglátjuk. És hogyha már itt ugye a betiltásról beszélünk, akkor ezt már N plusz egyszer átrágtuk, de most találtam egy nagyon jól összeszedett kis weboldalt, illetve egy cikket egy weboldalon, majd ez is benne lesz a show notes-ban, ahol leírják sok-sok oldalon keresztül, hogy mik az előnyei, mik a hátrányai az egyiknek a másiknak, ki miért választotta az elektromos cigarettát, mint platform, és az élettani hatások, amit az előbb említettem, tehát a káros hatások, a rizikófaktorok mindkettőre kitérve egymásnál, tehát a cigarettára és az elektromos cigarettára mennyivel jobb, mennyivel rosszabb, mint a másik, levonják a konklúziót, és azért tetszik nagyon ez a cikk, mert ha néztétek, akkor itt szerintem a második oldalon írja talán, ez nem egy cikk, hanem ez egy a napjainkig a témában összeszedett és publikált anyagok. Megjelenik ott Farsalinos neve is például. Tehát minden ilyen anyag a megfelelő ponton alá van támasztva. Tehát hogyha itt azt mondja valamelyik bekezdésben, hogy honnan indult az elektromos cigaretta és milyen típusok vannak, ugye, akkor leírja, hogy az elektromos cigaretta térhódítása mondjuk 2010-ben mennyi volt 2013-ban, és ott van a hivatkozott tanulmány, vagy írás róla, nem linkelve, de egy évszám és a közzétevőnek a neve. Tehát ez egy roppant olvasmányos, én az ötödik oldalig jutottam, csak azt bevallom őszintén, viszont voltak benne nagyon érdekes részek, az is megfogott, hogy bele se gondoltam idáig, hogy hányféleképpen lehet megközelíteni egy ilyen tesztet, mert ugye meg lehet közelíteni a kémiai oldalról, tehát pusztán csak az összetevőkkel, vagy egy humán teszttel, emberekkel, vagy esetleg állatokkal. Millió és egy, attól függően, hogy mire vagyunk kíváncsiak, és azt le is írják, hogy attól függően, tehát nagyon meg kell választani azt, hogy mi mit szeretnénk. Az előbb megszakadtunk. Na, ott tartottunk, hogy van ez az oldal, amit találtam, ez a leírás, úgyhogy ezt mindenkinek tanácsolom, hogy tanulmányozza át, mert rengeteg szemszögből közelíti meg a vépelés jó és rossz oldalát, és nem csak és kizárólag a jó oldalát, hanem felsorolja az ellenérveket is, tehát próbál objektív maradni. Mindenkinek hasznos lehet szerintem a végigolvasása. Vannak benne káros anyag, hogyha kémiai vizsgálatokról közelítjük meg, például a káros anyagok összetevőitől, tehát akár a likvidektől, a szilikátoktól, de mindegyiknél az jön ki, hogy végül is, ha összehasonlítjuk a cigarettával, akkor van, ahol 4-szer, 40-szer, valahol 1000-szer, valahol meg még nagyobb szám szerepel, amennyiszer kevesebb káros anyagot
tartalmaz, mint a hagyományos cigaretta, és a konklúzió az az, hogy ez egy jó alternatíva. Múltkor föltévedtem egy ilyen vízipipás oldalra. És igazából nem is értem, hogy miért nincs kapcsolatunk a vízipipások felé, hiszen szinte nézegetve az ő fórumjukat, illetve a videóikat, szinte ugyanabba a cipőbe járunk egyébként. A károsság, illetve a nem károsság megítélése is, és egyéb dolgok kapcsán. És miután ugye van ez a lávaköves sisa, ami gyakorlatilag már szinte az elektromos cigarettára hajaz, melyikőtök megfütyül a kazánja. Szerintem a Charlie. Enyém. Az elektromos cigarettára hajaz, ezért aztán még azt is mondhatom, hogy szinte átjárás van a két felhasználó tábor. Én egyébként használtam vízipipában, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, a liquidhez hasonló adalékként ugye bevett szokás, hogy a száraz, vagy kiszáradt elhasználódott, nem mondom, hogy elhasználódott dohány, de régi dohányokat felfrissítenek azzal, hogy glicerinnel újra keverik, vagy glicerinnel kikevert mézzel, esetleg vízzel, és ezáltal felfrissítik, úgymond a dohány, szóval ez tényleg közös, azonban én a személyes tapasztalataimat alapul véve nem mondanám, hogy ártalomban ugyanott van a kettő, mert nekem nagyon gyakran, sőt szinte mindig hasfájásom, hányingerem, enyhe szédülésem volt a vízipipa után, főleg ez a hasfájásos dolog volt, ami konstans volt, nagyon gyakran fájt utána a fejem, ezt az elektromos cigarettáról egyáltalán nem mondhatom el, úgyhogy De mondjuk nyilván ezt egy nagyszámú mintából kerekítik ki az ilyen méréseket és vizsgálatokat, tehát de lehet, náluk hogy is, náluk is van ez a nikotinmentes sisa folyadék, amit kövekhez kevernek, vagy kövekkel kevernek el. Igen, van nekem olyan otthon többféle is. Tehát gyakorlatilag ugyanazt csinálja, mint az e-cigibe. Egyből megjelent előttem a kis tartály benne a kis kövekkel, és akkor elektronikusan izzítjük a köveket. De ugyanazt csinálja, csak másfajta készülékben. Még mielőtt kifelejtem, azt azért tegyük hozzá, hogy a vízipipásoknál tényleg nem azt mondom, hogy az ilyen koca vízipipásoknál úgymond, de az igazi nagy vízipipások azért mindig is nagy gondot fektettek a hagyományokra és a szertartásra, ugye hagyományosan máig nem öngyulladó szénnel hosszan izították a gázrezsón, utána ugye felfújták, és akkor szépen felizzott az egész, ugye van vízipipás etikett, még szerintem az ecigire ez a szertartásos dolog nem jellemző, melyek az utcán, előveszek, szívok belőle, itthon is ülök az asztalnál, előveszem, szívok belőle, tehát szerintem ebben viszont eléggé különböző a kettő. Ez fura, fura egyébként, mert ahányszor olyan emberrel találkozom, aki nem tudja, hogy mi ez az elektromos cigaretta, hát leginkább mondjuk, mikor olyan tankot lát, hogy valami lötyög benne, de mindig ezzel jönnek, hogy akkor ez olyan, ez olyan mint a vízipipa. Igen, tőlem is. Vagy a lézerkart szokott lenni a másik. De hogy így föl nem tudom fogni, hogy miért olyan, mint a vízipipa, srác? Hát olyan, mint a cigi. Nem értem az analógiát, és mindig ezzel kötik össze, holott aztán... Mindegy, az a lényeg, csókoltatjuk vízipipás testvéreinket. Igen. Ennyi. Igen, béke velük. Béke velük, meg a fura nevű likvidekkel, amik... Hát az... nem, hát az nagyon kész lettem attól. Kész, tehát nem tudom, hogy van-e tovább még egyébként, biztos van, biztos van. De ha belegondolsz, ez nagyon jó marketing. Igen, igen. De én, ha jól olvastam, ez valami, nem valami zenekarnak igen, a... Igen, igen. Ez, nem tudom, mennyire tudjátok, de metal zenekaroknál ez bevett szokás, hogy ilyen merchandise
ez dolgokat csinálnak. Például én a Graveyardot szeretem nagyon, nekik saját sörük van is, amit a számaikról, vagy ilyen visszatérő refrénekről neveznek el, és ott is ilyen pokoljárástól kezdve a sátán legjobbjáig, tehát ez tudtam már régóta bevett szokása a metal zenekaroknál és a hasonló A stílusbelieknél. tengeren túlon, igen. Igen, a tengeren Hát túlnak ezt. jó, de figyelj, hogyha azt nézed, akkor nálunk is mondjuk a Cure együttes számainak a neve van a Charlie segíts ki. A számainak neve van a Cure együttes Nem, borítóján, vagy nem, mit tudom, nem, nem nem, tudom, mire nem, gondol. nem, nem, a likvidjein. Tehát van egy magyar e-cigaretta forgalmazó, mondjátok már, fővédnöke most a platform találkozójának is. Ne idegelj, akkor azért nem tudom. Ejnye, ejnye. És De előre is. egyébként, tehát hogyha ezt így összekötjük az előző témával, ebből egy nagyon érdekes helyzeteket ki lehet hozni, jössz az utcán, rég nem látott barátod jön velem szembe, és akkor megkérdezi, mit szívsz, barátom? Hát egy kis csecsemővért, vagy egy kis újrahasznosított hányást, vagy nem is tudom, hogy mik vannak itt Mielőtt ezen. valaki megrémülne, igen, tehát amiről beszéltünk az előbb, ez az együttes piacra dobott több, egyébként színre is, meg kiszerelésre is nagyon szimpatikus likvidet, és a Fantázia név az valami nagyon metálra hajaz, tehát itt a vérvörös az például vérfürdő, de egyébként meg ez ilyen trópusi gyümölcsös mix, tehát két oldalról megközelítem, és a másik oldal is tökéletesen hozza. Tehát ott van az okádék. Na, az Eagle talonról van szó, és még egyszer elnézést, pedig hát ezer helyen szól hozzá egy csomó helyen, és az Eagle Vapors-nak a termékei, azok úgy vannak, hogy Cure számoknak a címei. És Hát eddig már ez nekem le legalább se ezt, esett. pedig nézd meg, mert nekem ez annak idején rettentően tetszett, hogy így épül fel a Liquid paletta nála. Hát van mögötte akkor egy arcpoétika, mint Igen, mondjuk igen, ennél igen, az együttesnél. Mondjuk igen, hülyén jön ki, mikor azt mondod valakinek, hogy OKD-kot szívok, igen. de Ja, hát a meg kizárólag talonnál frissen facsart nem ez csecsemőket van. használunk. De Nem figyelj, ez van. szerintem egy nyári fesztiválon simán elmegy. Tehát mondjuk, hogyha belegondolsz, a Szigeten a nagy színpad mögé kitesznek egy ilyen kis pavilont, amiben árulják ezeket a vérfürdő nevű ízéket. Én már el is képzeltem ezeket a fekete térképes pólójú fiatalokat, ugye a szép nagy metálos feliratokkal a pólójukon, amint sorba állnak egy kis vérfürdőért. Tehát szerintem, mint marketing fogás, nagyon jó ötlet, mind a zenekarnak, mind a likvideknek. Igen, csak a kérdés az ilyenkor mindig az fogalmazódik meg bennem, hogy van-e ennek ekkora marketing hatása mondjuk e-cigarettás körökben? Tehát, hogy egyébként sincsen olyan őrült sok véper még a világon, mondjuk lehet, hogy Amerikában nyilván egy picivel másabb a kultúra, de nálunk ez például abszolút bukás lenne. Te eladnál Szerintem belőle le, öt darabot, de most érted gondolj a bele, hogy Pagoly Berti minden ízű cukorkájából, tehát de nem gondolj tudom. bele, hogy most is erről beszélünk. Meg, tehát ha visszatérve erre az amerikai jegyzői társadalomra, Oh, most igen, néztem, és vége. de figyelj, de volt nekik ez a rendezvényük, a VapeCon, vagy mi a neve? Segítsetek Hát már nekik ki. nem volt ilyen rendezvényük, hanem minden hónapban van egy-kettő. Na mindegy, ami például tegnap volt, ott egy csoportnál láttam, hogy ők oda egy olyan marketinget csináltak, hogy ingyen sör volt egész nap. De és hiába nem teljes ez az izé, tehát ez a társadalom még nem annyira nagy, de ha meglátsz egy ingyen sör feliratot, odamész és ott leszel egy jó ideig. Tehát már ha ebből indulunk ki, én azt mondom, hogy tehát mondjuk ha lenne itthon, lehetne kapni egy kis vérfürdőt, vagy ezt a Varifort, akkor én lehet, hogy elmennék és vennék egyet, már csak azért, hogy elmondhassam, hogy na, én ezt kipróbáltam.
És képzeld el, hogy csak úgy tudod megvenni, hogy elmész a koncertre, régen pólót meg CD-t lehetett venni, most pedig ellikvidet a csajoktól a színpad mellett. Hát, mert egyébként ugye a trendiség határozza meg mindig ennek a dolognak a volumenét, és nem tudom egyébként most a trendi mérő skálán az e-cigaretta hol tart. Tehát ezt így jó lenne már, ha valaki belőné nekünk. Szerintem már ott tartunk, hogy épp a minap hát én hallgattam, mert amúgy is hallgattam, de föl se tűnt, viszont most hívtad föl nemrég a figyelmem a Meti Heteor nevezetű szintén podcast csatornára, ahol a 49-es számban megemlékeznek az elektromos cigarettáról. Jól kiröhögik az elektromos cigarettát, ami egyébként nekem nem volt egyáltalán sértő. Egy érdekes nézőpont volt, ahogy ők közelítettek ehhez az egészhez, hogy a dohányzásból kivettünk mindent, ami káros, és ami a dohányzásnak az ismérve, és akkor csináltunk egy nikotin függőséget okozó készüléket. Tehát ez nekem annyira tetszett. Hát, de most akkor erre én tudnék válaszolni, hogy tulajdonképp a rejszolással is kivesz az ember minden jót a szexből, és csinál egy testned ürítő készüléket. A függőséget ugye fenntartó. Egyébként ezzel, amit mondtál, Fifiken nem értek egyet, mert én a dohányzásnak is ezt a füstölés részét élveztem, és az ecigit is nullás. Bocsáss meg, én se értek egyet, csak érdekes ezt egy másik szemszögből látni. Nyilván. Én értem ezt a szemszögöt, csak szeretném ugye elmondani, az én szemszögöm meg pont az, hogy én azokat a részeket vettem ki a cigarettázás szokásából, amikre nekem nem is volt szükségem egyrészt, másrészt pedig károsak is, és így most eljutottam egy olyan készülékhez, egy olyan módszerhez, amivel azt az egy dolgot tudom művelni, amit élvezek a füstölésbe, és ez maga a füstölés, amit jelenleg ugye gőzölés. Én nagyon szeretem, slukkolok napközben, itthon is néhányat, utána nézem, ahogy szertefoszlik a gőz. Szerintem egy jó pótcselekvés ez, evés után nagyon jól esik, kávé mellé kegyetlen jól esik, olyan néző, amit én akarok. Mondhatjuk, hogy elértél egy zen állapotot. Igen, mondhatjuk. És a zen állapotban segített neked például az épp most is tartó kezdőknek szánt hangout, ahol te voltál az, akire szerintem a második podcast adásban, mely a füstölgő pamut zoknira hallgatott. Téged megemlítettünk, mint a seggízű tekerés minden tudó Mátyása, aki 30-40 perc alatt, de megtekerted életed első Genesis-ét, amihez ezúton is gratulálunk. Köszönöm szépen. Az megdöbbentő volt tényleg, hogy följön egy gyerek, egy szerény hanga, és közben ugye hallgat minket, kérdez néha valamit, és 40 percig teker egy Genesis, és nem adja föl. Tehát, nem az a, tehát ebben a mondatban nem az a kunszt, hogy 40 percig tekerte, hanem hogy 40 perc után se adta föl, és a 40. percre csak meglett a Genesis. Igaz, ugyan kicsit seggízőre sikerült. Igen, na most ennek elmondom az előzményét és az utóhatását is. Na most én máig azt tartom, hogy a Genesis az ugye a tulajdonság ebből kifolyólag olyan, hogy vagy lehet, hogy sikerül 5 perc alatt, vagy 40-45 percig nem sikerül, mert hotspotos marad. Na most én előtte ezzel már egész délután próbálkoztam, rövidebb, hosszabb intervallumokban, ott előttetek is azért próbálkoztam, hogy ugye egy élőben tudjatok nekem segíteni, utána ez sikerült, és akkor vár segítői ez a dolog, mikor levettem a kupakot, és teljesen elmozdult az egész a helyéről, és visszatettem, mit sem vettem ebből észre, és ugye hotspotos volt, szépen megégett a likvid, és nagyon, nagyon rossz szájízt hozott,
és akkor éppen valamilyen pajzán témáról ment itt a izén, megmondtam, hogy na nekem meg segíződött a Ezt akartam tekerés. éppen megkérdezni, hogy mi volt a monitorozásnak az alapja, tehát honnan volt neked összehasonlítási alany, Alapod és a arra alap? seggízről, mint onnan, hogy olyanról. egyszer, Lehet, hogy ezt nem akarjuk tudni, de nem, Pipika. ez egy nagyon szelíd történet, tehát ez annyi az egész, egyszer valami házi buliba nekiálltunk főzni ilyen fél spicces állapotba, és odaégett a kaja, talán valami leves, vagy nem is tudom már mi lett, aztán mindenki, ugye annak is ilyen égett, ilyen kormos íze volt, és akkor így egymásra néztünk, és az egyik srác megszólalt, hogy hú, hát ennek seggíze lett. És nekem ez a történet jutott az eszembe, amikor tapasztaltam az égett tiszt, és akkor ugye ezért asszociáltam erre. Ti pedig ugye nevettetek rajta, mert ez egy insider joke volt, amit nem ismertetek. Ez szerintem egy jó történet, és akarva akaratlanul is ezzel beírtam magam a fórum és a hangoutok történetébe. Ez így van egyébként, de ezzel semmi baj nincs. Nincs, abszolút semmi Ez, baj. egyszer el kell indulni a világhírnév felé, tudod. Mint Igen. ahogy Béla is elindult a világhírnév felé, és itt Istenem. emlékezzünk meg a nagyon jól De sikerült álljunk vigyázba, tehát egyperces néma felállás. Van egy név az e-cigaretta találkozók világában, mint a legnagyobb áhítatta lehet ki minden vaper, aki már látta, hallotta, vagy beszélt vele. Béla. Ennyi. Kicsi Békicsodál, csodál, Béla. Jó, én annyira sajnálom, hogy nem lehettem ott, pedig tényleg meg szerettem volna lenni. Sajnálhatod. Sajnálhatod. Az egy, tehát aki nem látta, be fogjuk rakni a show notes-ba majd a videót. Picit úgy tűnhet, mintha Bélára lenne kihegyezve, ez így is van. Tehát Béla elvitte a sót. Elrabolta. Nem voltunk sokan, viszont a hangulat annál jobb volt. Úgyhogy aki nem volt ott, az tényleg sajnálhatja. És Béla már az elején sem volt szerintem annyira szomjas, mint kellett volna. És megmutatta, hogy hát mi a repertoár. Titanic-tól indultunk, Alphaville-en keresztül. Hú, volt ott minden, mint a búcsúba. Ezt sikerült megörökítenünk. És nagyon jó hangulatban telt egyébként a találkozó. Amit sajnálok picit, az a méltán várt tekerő verseny, ami végül is csak Gergő és az én jelenlétemmel zajlott, és Dudusnak az Origen kazánjával. Az egyik, amit látni kellett, az ugye Bélánknak a egy produktumai. pillanatra egy kiegészítés, nem tudom, láttátok-e Béla 30 perccel ezelőtti posztját Facebookon. Nem. Azt mondja, Elvis király volt, meghalt. Jimmy király volt, meghalt. Kezdek félni. Béla is király volt. Igen. És már nem él. Szóval ő táncolt, énekelt, tehát egy nagyon komplex produkciót nyújtott nekünk. És utána volt a tekerőverseny, amit, mint már említettem, csak a newcomer közbevágott, csak Gergő és én, illetve Dudus kazánja voltunk, akik részt vettünk ebben, és Gergő nyitott rögtön egy számomra, nem, rosszul mondtam, mindenki számára értékelhetetlen, élvezhetetlen tekeréssel, viszont nagyon szép fénye volt. Zseblámpa helyett. Ilyen mécses. Zseblámpa fény. Helyett tökéletes volt. Komplett petróleum lámpát lehetne készíteni. Az volt. A vége felé az volt. Egy olyan 10-15 milli nagyon finom málnám bánta, de megmutatta, hogy hogy lehet utálom egy 20 ezer forintos utálom drip. Utálom. Kérdezzük majd meg erről jövő héten Krisztiánt is, mert érdekes módon, amikor ráfújtam, azt mondta, hogy ne fújj rám, Charlie, ezt a szarmálnát, és mikor beleszívott, akkor azt mondta, hogy hát, minthogyha a málna bokor másik végén egy medve lenne. Szóval én egyetértek egész más az medvével, íz, mint én is imádom a málnát. Gőze.
De tehát a lényeg az, hogy Gergőnek sikerült végül is egy ilyen 8-10 centis lángoszlopot fabrikálni, és gyermeki csodálattal nézte, nem elfújta, nem ijedt meg, hanem csak úgy nézte, hogy de szép. És ekkor kellett volna látni Dudusnak az arcát, ahogy a kazánját félti, és Gyakorlatilag lemondását. leamortizálta, elégette Én félig. szerintem ő már azt látta, ugyanazt vizionálta, mint az előző találkozón, amikor a Typhoon Ripperbe beletöltötte a Hellfire-t a Gergő, és utána hát attól a kazánjától meg is kellett, hogy szabaduljon. Ismét el És kell adni a ahogy utána kazát. mondta, még két, hát azt mondta, hogy még 2 napig mosta belőle a korom ízt, de viszonylag jól bírta a történetet, úgyhogy mondta a Gergő, hogy hát ő az érdekességre ment rá, nem a működésre. Na jó, hát Na, egy és az lett origen a vége ennek a az tekerő origen. bajnokságnak, hogy gyakorlatilag nem lett lepontozva, pedig hát mindketten dobogósok voltunk, Ez és azóta is fájó egyik helyezés pontot jobb volt, mint a tudom. másik. Tehát Igen, már most fent a itt, kapcsolatot, igen. hogy Nem, leomlott a nem, hát nyeremény. figyelj, tudom, hogy mire utazik, tehát itt most nagy nyilvánosság előtt ki tudom jelenteni, hogy a Gergőféle égetés és a Charlie-féle kazántekerésben a Charlie győzött. Amúgy, tehát valószínűleg az idén ő lesz az év bankere, de még ezt titkoljuk előtte. Tényleg jó sikerült. Az volt az érdekes, hogy ha jól emlékszem, volt egy kuzi, így van, dripper, Mire meg gondolsz? egy Origen dripper. Igen. Mind a kettőt te tekerted, a kuzit is, meg az Origent is? Igen. És valamiért nekem a málna, amit egyébként utálok, a málna valamiért a kuziba volt a finomabb. Tehát, Hát és ez, jó, mondjuk a kuzit bocsánat, azt. bocsánat, mindenkitől elnézést kérek, nem a kuzit sztárolok, mert nekem mind a kettő van, Origen is van, kuzi is van. Kurva drága kazánjaim vannak, de ezek a kazánok valók arra, hogy tekerjük őket. Mit tudom én is, milyen 3-4 ezer forintos cserélhető betéttel rendelkező kazánok nem arra valók, hogy Hát, barátom, felújítják. akkor neked nem ajánlom, hogy elmenj a bottom coil tekerő versenyre, ami nem is tudom mikor tartandó. Jaj, ne is idegesíts. Az a lett egy szép thread a kakas viadalban, mert hát amikor megláttam, azt hittem, hogy rosszul leszek, hogy hát kicsit copy-paste szaga volt a történetnek, tehát lehetett volna eredetibb is a történet, de hogy még ráfűznek ami teljesen Tehát legalább, igen. ártalmatlan és jó hangulatban tekerő versenyünkre egy olyannal, hogy várjál, várjál, várjál. A verseny nagybetű nem a méregdrága kazánok tekerése, hanem a mindenki által Barátom, elérhető és kedvelt típusok nem csak méregdrága felújítása. És kazánok akkor vannak. én az az egyik, de a másik, hogy én meg annyit hozzá szeretnék fűzni, ha hallgatja valaki, ha nem, az az én véleményem, amit már N plusz egyszer elmondtam, hogy egy 2-3-400 forintos kazánt nem tekergetek. És nem azért, mert sznob vagyok, meg nem azért, mert lusta vagyok, hanem de azért is, mert nekem többet ér az időm, mint az a 4-500 forint, meg az az idő, hogy elbaszom az életemből azt a De nem, de nem, 15-20 nem, nem percet, csak ezt. hogy Tehát ki az az elmebeteg, aki arra buzdít valakit, hogy rövid zárat tekerjen egy ilyen kazánba, amivel az egyébként drága pénzen neki, ugye, mert most itt csóró vaperekről beszélünk egyébként, ha nem tudnátok, és közben hát emberek halnak meg. Tehát és akkora hülyeségeket ajánlgatunk, meg próbálgatunk, hogy a haja még nekem. hát Tehát meg ez az egész a szarból vesz várat egy, vesz építeni. egy, vesz egy, egy ego készletet, mondjuk két akkumulátorosat 10-1 néhány ezer forintért, mondjuk 12-ért, megtekeri rá a bottom coil kazánját szarú, föltekeri és tönkrevágja az akkumulátort. Szerinted melyik boltos fogja neki rövid zár miatt kicserélni? Mert neki az kötelessége. És majd ötöccőre is ki Nem, az az fogja igazság, cserélni neki. nem az van, Ugyan hogy nem. ő nem is fogja tudni
hogy nem is fogja tudni, hogy mivel Nem cseszte. győzzük lebeszélni a vépereket a hülyeségekről, erre kellett még egy. Tehát, hát, Én tényleg csak tényleg csak. poénból, tényleg nem akarok senkit megbántani, de tehát nekem az a rendezvény az egy olyan dolog lenne, hogy én életem legrosszabb napja kategória, tehát vastag Csabára Bethencourt újra tekerni, az tényleg egy olyan mélypont lenne, ami nyilvánvalóan több éves terápiával lehetne csak kikezelni, mert Ugye, nem a rendezvénye van probléma, hát nekem sem a Istenem, rendezvénye, csak nekem... mindenki menjen. Valószínűleg én nem fogok, mert ugye mi egymásnak persona non grátái vagyunk, de mindenki menjen, csak ne hülyeséget ajánlgassunk, érted? Tehát én is ezer csak egy azt a... videó van fönn a neten, de nézd már meg, hogy kik tekernek profin ilyen cuccokat egyrészt, és azok is hülyék, mert egy retripper minek teker egy 400 forintos kidobható kazánbetétbe tekerést. Hát ott már csak szerintem ilyen szakmai kihívás. Nyilván, nyilván. Tehát... Hát az az egyik. A másik meg, hogyha végig gondolod, hogy most itt miről van szó, értelmezzük és értékeljük ezt a pársort. Felújító verseny értékes díjakért. Nem néztem meg a díjat, mert nem is érdekel. De ez feltételezi, hogy egy, van képességed rá, kettő, csináltál már ilyet, három, elmész. Na most, akinek már van hozzá affinitása, és tekert már ilyet, az már nem teker ilyet. Az venni fog egy, tehát 4000... Az vesz. 4500 forint a faszteken egy Kaifun Light. 8000 forint fönn a fórumon. Érted? Az vesz egy ilyen. De most hallod, mi az Isten az, hogy ez jó marketing duma, de tehát szakembereink segítségével a helyszínen is megtanulhatod. Kérem szépen az OK és tekerő papírját. Tehát mi ez az elmebeteg fasság, hogy milyen szakember? Milyen szakember, aki már tekert háromszor, és megtanulhatja, igen, megmutatja neki, hazamegy, majd tönkreteszi az övét. Ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy képzavar van náluk. Nekünk nem arról szólt ez az egész bolondság, hogy megtanuljunk tekerni. Arról szólt, hogy előkörködjünk. És közben emberek halnak meg. Amíg te itt viccelő. Úristen, na jó, hát az. Jaj. Jézusom, és hány etióp, ha léhen, míg mi itt a hasfájásunkat, telezabáljuk magunkat. Kétszer, úristen, kétszer vacsoráztam én is a fanyűvőbe. Ledugom az ujjamat orkomon azonnal. És tudod, mi a durva? Tudod, mi történik Afrikában 60 másodpercenként? Eltelik egy perc, bazdmeg. Amíg mi itt ezzel szórakozunk, hogy mások kárára viccelődünk. De most komolyan, ez a verseny nem arról szól, amiről kéne szólnia. Nekünk arról szólt, hogy jól érezzük magunkat, előkörködünk, és nem is kell többet belegondolni. És azonos feltételeket teremtünk, az nagyon fontos, egy ilyen, de ez nem tekerő, ez felújító verseny, Charlie. Hagyjuk felújító is a picsába, az verseny, összes igen. Boltos kidobhatja az egyébként kurva drágán árult 500 forintos betétjét, dugja fő magának mindegyik sorba, mert most meg nem, fognak mo tanulni, most felújítani. Jön... Ennyi. Nem, most jön a... Nem jó, látod? Rossz, rossz felől közelíted. Most jön majd a felemelkedés nekik. Most kidobhatják a kazánt, és vehetnek kilométer számra üvegszálat, meg nikrómhúzalt, mert azt fogják... Figyelj, szerintem a következő kifunk talán lesz a Liquid keverő verseny, ahova pedig azokat fogják majd berendelni, amiket Fifika mutogatott, ezeket a hordós... Ki nem mond? Egyéb... Hát te bolond! Hát ez ki kell, hogy vágjam az adat. Fifika! 12 adáson keresztül semmit nem kellett kivágni. Mekkora ötlet? Liquid keverő verseny! Hát mekkora ötlet, öcsém! Mindenki hozzon saját zugkevert likvidet. Ennyi. Nem kell benne, de nem kell bele nikotin. Tehát
PG-t, meg VG-t, meg aromát Magyarországon büntetlenül összekeverhetsz. Álljunk meg egy szóra. Egy Kapavágásra. kapavágásra. Tehát likvid keverő versenyt én nyugodtan hirdethetek, és kóstolgathatjuk is. Zsűrive, mindenne. És odahozza Bocsánat, ki én le vagyok maradva. saját keverésű likvidjét, kérlek szépen mondjuk 24-én mi ez az elnöki rancson tartandó délalföldi... Ne, azt ne, azt nem akarom. Nem tudok ott hát lenni. Ez a te problémád, de Málnát egyébként. Addigra meg keverek Málnát, tehát leszek olyan gané, hogy csinálok egy videót arról, hogy éppen a saját Málnámat szívom, de csak neked küldöm-e. Szeretnék kívánni, hogy sor vagy el. Szörnyű kínok közepette. Ennyi. És akkor én megyek. Megyek Istvánhoz. Megtanulom, hogy kell tekerni. És rengeteg pénzt meg fogsz spórolni. Tehát 500 forintos betét helyett vehetsz 4500 akkumulátort. Sokkal jobb lesz. Igen. És mennyit spórolhatsz? Ezen még az adás végéig gondolkozzunk el, hogy egy ilyen kaliberű ötletet bedobunk-e, vagy sem. Mert szerintem ebben van potenciál. Ugye is, Fifika, neki állsz az ágyas seggiző likvidnek is. Itt válik majd el a fiú a férfitől. Igen, igen. Tehát, és lehet érted a legextrémebb íz, a leg, az év íze, a nem tudom én mit. Tehát ezt lehetne fejleszteni, Charlie. Tehát ebben látok potenciál. Igen, és akkor most jön vissza ugye a mindenféle újszülöttből facsart likvid. Lehet itt ötletelni. Újszülöttből, vagy hogy gondolod? Egyetlen egy kritériumot fogunk csinálni, ezt meg fogjuk csinálni. Egyesület, ECG-i tesztek közösen, miért ne? Csinálunk egy ilyen likvid versenyt, szigorúan nulla, tehát abszolút. Kitaláljuk a kategóriákat. Kitaláljuk a kategóriákat, ki mire nevez. Összeröffenünk egy budapesti nagy találkozón, vagy a Sopronin, arra is sokan készülnek egyébként, mert az 3 napos lesz tán valamikor augusztus közepe vége, talán, ha jó emlékszem. És oda beidőzítünk egy ilyet, és egyetlen egy kritérium lesz, hogy az összes nyertesnek a receptet le kell adni. Tehát azt közkincsé kell tenni. Pont. Ennyi. Már a nevezésnél, hogy a végén ne legyen utána kavar, igen, mégsem igen, adjuk ki. Igen. Érvényes recepttel lehet nevezni. Szerintem ez nagyon nagy ötlet. Akkor ismét örülök, hogy valami jót sikerült mondanom. Neked? Hát ez neked? Nem a te ötleted hát volt, kis barátom. Hát az előbb dobtam fel, hogy akkor lesz likvid izé, hogy akkor majd legközelebb likvid keverő verseny lesz. Hát szerencsére meg tudjuk úgy vágni az anyagot, hogy mi jövünk ki jól belőle. Hogy ennek nyoma sem marad. Bocsán, szeretem, hogy rád bármikor számíthatok. Ne viccelj, ne viccelj, egy úr a pokolban is úr. Na, szóval az előbb azt akartam kérdezni, amikor Fifika szavába vágtam, hogy csúnya, hogy én akkor most le vagyok maradva, most akkor nikotinosat itthon sem szabad keverni? Nem, várjál, fordíts meg. Azt mondta Fifika, nikotinmentest ízesíteni, tehát keverni itthon te keverhetsz. Igen. De nikotinosat, azt nem. Tehát a törvény mit szabá, mit üldöz? A nikotin. Adásunk nem ért véget. A beszélgetés további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod.